Szervusztok, jó estét mindenkinek! És a ma esti tarmabeszéddel indítjuk azt a joga visszavonulást, amiért a többségetek itt van, és az egyéb célból és jogból érkezett vendégeinket is szeretettel köszöntöm. A ma esti tarmabeszédnek a témája és rövid bevezetője az a hajlékony test és alkalmazkodó tudat lesz. A dharmabeszéd nagy része viszont a ti kérdéseitekből és az arra megkísérelt válaszokból fog állni. Viszont bevezetőként szeretnék elmondani egy pár olyan tényt, ami hasznos lehet a jóga elvonulása alatt, illetve a szellemi gyakorlat bármely fázisában. Mivel megszületünk, ezért figyelmünk első körben a testre irányul. Ezt igyekeznek a szüleink nagyon tisztán tartani, táplálni, pihentetni, később edzeni, nevelni, és hát a tudatunk az rohan utána, amikor már elkezd ugye 3-4 évesen ráeszmélni, hogy itt mi történik, aztán később, amikor elindul az érzelmi, értelmi és egyéb fejlődése. De létünk káprázatából fakadóan nagyrészt a testből indulunk ki, a testtel foglalkozunk, és szeretnénk is, hogyha minden ide térne vissza jó eredményként, és mi nagyon sokáig jól éreznék magunkat, sokáig és egészséges testtel élnénk, és hát az apró tökéletlenségeket minél hamarabb el tudnánk felejteni. És ha eleget éltél, akkor már tudod, hogy ez nincs így. A test tökéletlenségeit nem fogod elfelejteni, hanem csak nagyon rövid ideig lehet egy ideális állapothoz közelítően tartani. És elérkezik egy olyan pont, amikor rájössz, hogy már kevesebb van előtted, mint mögötted. És innentől kezdve a jó esetben a szinten tartás vár rád, és mindenképpen a test el fog pusztulni, és a tudat ki fog belőle lépni. Akármit teszel vele, a test elmúlik. Ha így van, és az univerzumhoz képest, a földhöz képest, a földi lényekhez képest, ilyen rövid ideig élünk, ez a 70-80 vagy egy pár évvel több ugye, időtartam, akkor mire jó ez az egész? Azért jöttetek, hogy a test legyen rugalmas, hajlékony, lehetőleg a szennyezőanyagok kimenjenek belőle, és a többi, és a többi. Viszont ez a járműved. Ki a vezető? Mi az a tudat, ami ezt a testet fölvette, használja, és utána odahagyja, amikor kilép ebből a világból? Ahhoz, hogy egy hajlékony testhez alkalmazkodó és tiszta tudatod legyen, ahhoz a testi gyakorlatot arra kell felhasználni, hogy a tudatod tisztuljon. Különben kifejlődhet az, amit nagyon sokszor látsz, főleg nyugaton, de nem csak ott, hogy rendkívül hajlékony teste van, de a tudata annyira merev és görcsös, hogy képtelen alkalmazkodni a legkisebb diszharmóniához, a legkisebb szeretem, nem szeretemhez. Minden, ami az ego komfortzónáján kívül van, az alkalmazkodást kíván. Tehát ne csak a test legyen hajlékony, a tudat is. És erre nagyon nagy lehetőséged van az ilyen és ehhez hasonló visszavonulások alatt, ahol a megfelelő tanítást és instrukciókat hallva lépéseket tehetsz ez ügyben. Tehát én szívből kívánom, hogy mindenki egységben lássa ezt, és figyelje meg, hogy a kikerülhetetlen az lehetőség és nem kötöttség. Kikerülhetetlen a lineáris idő haladása, kikerülhetetlen a mulandóság, kikerülhetetlen a tökéletlenség tapasztalása, kikerülhetetlen a függés tapasztalása. Függünk az oxigéntől, az ételtől, az italtól, a másik lelkiállapotától, mindentől. De épp ez a lét három alapjegye, a mulandóság, tökéletlenség és kölcsönös egymásra utaltság az, amely arra sarkalhat minket, hogy elérjük az ebből való felébredést, az ettől való megszabadulást. Úgyhogy csináld azt, amihez valójában affinitást érzel, amihez eleinte kedved van, aztán kapcsolódsz hozzá, aztán érzed, hogy a tied, de soha se hidd, hogy ez végképp veled marad. Soha se hidd, hogy ez csak úgy lesz, ahogy te akarod. És főleg ne hidd azt, hogy amit ebbe a testbe teszel, az egy tartós beruházás lehet, mert pár évtized és úgy kimegy alólad, mint a sicc.
Viszont az a karma, amit nem oldottál föl, az az énség, amit viszel magaddal, az megy veled a következő inkarnációba. Az a házi feladat szépen kamatozva újra leszületik, újabb testet vesz föl, és újra megadja magának a lehetőséget, hogy az illúziót felismerje, az énséget feloldja, és a felébredést elérje. Tehát hajlítsd a különböző függesztőveidet, végezd el pontosan az ászanákat, végezd el pontosan a pránájámát, nagyon fontos, de tudd azt, hogy mindez egy magasabb célt szolgál, ha te is úgy akarod. Ha nem, akkor megmaradsz az instrumentális, fizikai, energetikai gyakorlatoknál, és nem viszed följebb az igazi önvalód megismerése felé. Nem kötelező, csak lehetséges. Mindenkinek a kérdésétől függően adatik válasz. És ha felfedezed, hogy a kérdésed forrása, a válaszod forrása is, akkor már hatalmas lépést tettél előre. Ezzel a bevezetőt szeretném lezárni, és helyet adni valami sokkal fontosabbnak, amely a ti kérdéseitek, és az arra általam megkísérelt válasz. És remélem, hogy ez egy tartósabb és hasznosabb útra való lesz az elvonulás idejére, és talán azon túl is. Úgyhogy kinek van kérdése? Nekem az van a kérdésem ebben a kapcsolatban, hogy a revolulásuk és a szellemi fejlődés, hogy végezzük ezt a levonulásokat, mi az, amire gondoljunk, párhuzamba ebben, amit a bevezetőben is hallottunk, ezek kimondottan, ez a levonulás érdekelni. A levonulásnak nagyon mély és egyszerű értelme van. A karmád magad mögött hagyása és a buddha természet mindenek fölé emelése. Ezt fizikailag is kifejezed, amikor az éned az nagyon-nagyon a padlóra megy, és a buddha pedig ezzel a mozdulattal föléd. Tehát képzeld azt, hogy a buddhát magát emeled föl. Ezt most értsd meg, de lebudulással nem kell ezt vizualizálni, és nem kell ezt képzelni. Elég, ha a tudatba elrakod elsősorban azt, hogy a karmád magad mögött hagyása, a buddha természet mindenek fölé emelése, és ezáltal az univerzummal való teljes egyéválás. Ez az összes helytelen cselekedetednek és karmádnak a megbánása, elégetése és transformációja. Tehát ez sorrendben nagyon fontos. Tehát rá kell látni a hibákra, azokat meg kell bánni, de nem pusztán egy érzelmi kielégülés és egyéb ilyen patetikus, katartikus mozdulattal, hanem a megbánás vége az, hogy elégeted az egészet, amíg írmagja egy atomja nem marad. Ekkor válik tiszta ürességé ismét. És ez utána egy újabb formába önthető, transformálható. Ez is benne van a leborulásban. Tehát itt nem könnyes szemű, ugye maga mutogató, vagy belülre egyfajta játékot játszó megbánásról van szó. Ez a tisztánlátó, bölcsességet adó és együttérzést eredményező megbánásról van szó, ami a felnőtt viselkedést feltételezi. És nem valaki vagy valami előtt, az egész előtt, tehát magadban. Úgyhogy ha ez megvan, akkor a leborulás elvégzi a maga munkáját, és ezt a tudatban rögzíteni kell, hogy a leborulás erről szól. És ha ezt megemésztetted, megérlelted, akkor már a leborulás fizikai és tudati végrehajtásakor nem kell erre gondolni, sőt, ne is gondolj erre, hanem tartsd a pillanatot tisztán, hátul az a beépített program működik. Tudatosan, önkéntesen, a saját felismerésből fakadóan építetted be, hogy a leborulás erről szól. De azért fontos, mert a leborulás maga, mint mozdulat is üresség természetű. Tehát, hogyha nem építed ezt be, és nem adsz neki jelentést és funkciót, akkor tornagyakorlat. És akkor meg a térd izületedet pazarlod. Jó? Tehát az a fontos, hogy amikor csinálod, akkor ezt már tudod, ez már intuitíve működik, és egyszerre a többivel megfelelő, abszolút tiszta, tükörszerű tudattal, és így ez egy nagyon komoly csoportos meditáció, ahhoz hasonlít, mint amikor a karmádnak a jegét föltöröd. És általában a leborulás utáni séta vagy pihenés az, amikor ugye az energiarendszered megmozgatása, a tudatállapot megváltozása következtében,
elkezdesz olyan dolgokra rálátni belül, amelyekre eddig nem, vagy amit eddig egy bizonyos módon láttál, az a látásmód megváltozik, néha szöges ellentétére. Mert egyszerűen kimozdítottad magadat abból a tudati pozícióból, abból a fix nézőpontból, amiben addig voltál. Tudatilag is, fizikailag is, energetikailag is megmozgattad magad, és engedted, hogy egy más nézőpontot vegyél fel. És ha ugye a gyakorlatmódszeréről beszélünk, akkor alapjaiban szeretném a képzetet kiteljesíteni, és az éneklésről is egy pár szót mondok. Az éneklés, amit most csináltunk, ez egy nagyon fontos tudati harmonizációs és szinkronizációs gyakorlat. Ugyanúgy takarítja el a felesleges gondolkodást, érzést, a múlt, a jelen és a jövő ragaszkodását. De már finomabb eszközökkel, tehát nem fizikaival, hanem verbálissal és energetikaival, hiszen szólsz, lélegzel és energiát adsz. De kapsz is. Tehát, hogyha elégeted a gondolkodásod és az érzelmed ugye ragaszkodó tűzfalát, az énség tűzfalát, akkor te és az univerzum egyé váltok. Ugyanúgy, mint a leborulásnál, csak ott fizikai úton kezded. Ez ahhoz hasonlít az éneklés esetében, amikor a jeges vizet forráspontig hevíted. De elég nagy munka. Ezért énekelnek évekig, néha évtizedekig az emberek, és a gyakorlásuk részévé teszik ezt. És az éneklésben is történik valami, ami nagyon érdekes, mert mihelyt a saját zajodat egy picikét félre tudtad rakni, az univerzumnak a jele az bejön. Tehát nem zaj, hanem jel lesz. És a jel az abban a korpuszban, abban az énekanyagban van, amelyek nagyon transzcendens és nagyon tiszta ugye, üzenete van, és ezt a tudatodban megint csak berakod az első helyre. Azért van meghajlás, tiszteletadás, stb. Tudd azt, hogy azért hordtál össze 2 millió tonna követ, hogy a tetejére rárakjál 1,5 méter aranyat. Tehát számtalan inkarnációdnak nincs más célja, mint az, hogy ebben a pillanatban megéld azt, hogy mi vagy. És az éneklés ez is hozzásegít, mert beépíti ezeket a fogalmakat a tudatba, még akkor is, hogyha éppen nem olvastad el a fordítását, és intellektuálisan még nem tudod szó szerint, hogy mit jelent, az akkor is ott van. Ez ahhoz hasonlítható, amikor van egy gyönyörű 200 000 mozgó alkatrészből álló űrhajód, be van programozva, ott a nagy piros indítógomb, és beültetszed egy majmot. A majom azt tudja a korábbi banános kondicionálásból, hogyha lenyomja a gombot, akkor jön a banán. Beülteted az űrhajóba, lenyomja a gombot, és puf, kimegy az űrhajó, oda megy a maga helyére, itt tudom én, Vénusz második holdja, és ott szépen leszáll. Ott vannak a banánligetek, és a majom olyan boldog, nirvána megérkezett. Ha berakod ugyanebbe az űrhajóba a szakképzett NASA űrhajóst, a 3 diplomásat, aki mindent tud, és a missziót is tudja, hogy cél a Vénusz második holdja banánliget, és tudatosan végigolvassa a rituális jel listát, megvan a szekvencia, és utána lenyomja az automata pilóta nagy piros gombját, hátradől, és az összes műszert értve, ellenőrizve, a gépkönyvet könyv nélkül tudva, elrepül a Vénusz második holdjára, leszáll, és jelenti, hogy banán. Tehát mindegy, hogyha tudod, és mindegy, hogyha nem tudod, viszont teljesen gondolkodás nélkül át kell élni, és előbb-utóbb tudni kell, hogy az éhes kutya, a kíváncsi intellektus ne ordítozzon, és ne gyártson le racionális indokokat, hogy na, megint nem értem, mit csinálok. Igen, de talán érezni is jó, meg nem azon gondolkodni, hogy most pontosan mi a jelentése, hanem átérezni azt, amit ez mélyebben ad. Az éneklés az ez, és amikor ülsz, akkor az körülbelül ennek a forráspontig hevített ugye, vízgőznek az elfúvása. És akkor a felhő is eltűnik, és megjelenik a kék ég. Ez azért fontos, mert bizonyos, nagyon kemény karmánál nem lehet másképp, csak úgy, hogyha leborulsz és énekelsz, mert ha leülsz fel, akkor az arcodba csap, és különböző dharma balesetek következnek belőle. Viszont a folyékony és forrásban lévő vizet nem kalapáccsal törjük. A jéghegyet nem fújkáljuk a leheletünkkel, mert az életben nem fogod elfújni. Azt a szerencsétlen gőzt pedig nem próbáljuk tovább hevíteni, mert már úgyis ott van fönt.
Tehát minden fázisra, minden karmikus ugye, szakaszra adott meditációs típus jó, és ezt fel kell ismerni, és a tanító azért van, hogy ezt felismerje, és megtanítsa neked. Úgyhogy így rendszerében ez a három, ugye a fizikai, verbális, energetikai, és utána pedig a mentális, és utána ennek az alkalmazása következik legalábbis az ember, amikor bemész az interjúszobába, és megpróbálsz ezzel a tükörszerű, tiszta, felhőtlen tudattal megoldani egy olyan helyzetet, egy koant, ami dualisztikus gondolkodással nem lehet. És akkor elkezded használni, megmutatni a funkcióját ennek, mert ha nem tudod használni, akkor minek csinálod? Tehát ez nem egy elefántcsontorony, ugye lárpurlár művészet. Lár Andristól elnézést, ez nem róla szó. De a lényeg az, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos momentum, hogy a gyakorlatodat le kell tudni fordítani a mindennapi élethelyzeteire, és pillanatról pillanatra tiszta tudattal megoldani azt, amit addig dualisztikussal csináltál, csak hát az ugye visszatér, van salakja, komoly következménye, faladja a másikat, stb. Tehát úgy, hogy azt meg tud oldani, teljes egészében, maradék nélkül, zaj nélkül. És akkor így már rendszerben látod az egészet. Jó? Egyéb kérdés? Bármilyen. Megígérem, röviden is fog válaszolni, csak olyat tett fel. Bármilyen egyéb. Ez üresség természetű gyakorlatban, vagy mozgásban előttem ez nem teljesen világos, hogy mi az, ami üresség természetű. Most ezt én úgy képzelem már, hogy tulajdonképpen az nem más, mint amikor az ember, ahogy az elején szólt, hogy tulajdonképpen kizökken abból a teljes tudat állapotból, hogy korábban volt, és valószínűleg azért is van abban a tudatállapotban, mert a tudatállapotban, mert nem tudja, hogy egy tudatállapotban van, hanem csak csinálja a dolgokat, meg éppen elképzel valamit, de hogy akkor az üresség természeti mozgás lenne az, ami viszont nem, amiben nem ahhoz tartozóként vagyunk, hanem úgy, ahogy az nem nincs tapasztalva, nincsen valahogy felfogva, vagy az eddig ismereteink alapján betárulva, hogy most mi mit csinálunk. Ez az üresség természetű dolog, vagy ez a fajta kizökkenés, vagy megtisztulás, ez egy olyan dolog, ami egymásra épül, illetve úgy értve, hogy mindig egy kicsit tisztább egy ember, vagy pedig arról van szó, hogy újra meg újra ugyan oda zökkenünk ki, és hogy hogyan hatol be ez a mindennapi szférába. Nagyon jó szándékkal tetted fel a kérdést, viszont megkérlek, hogy ezt az egész gondolati anyagot, amit most prezentáltál, ezt vedd ki, tedd a papírkosárba és felejtsd el. Egyszerűen azért, mert nem hasznos, nem vezet célra. Ez nem rólad szól, ez erről a gondolkodásról szól. Az üresség tapasztalatához pontosan az vezet, ami ebben a kérdésben nincs benne. Ezért kell félretenni. Az üresség az gondolkodás előtt érhető el. Gondolkodással nem. Ha egy konceptuális képet akarsz kapni róla, akkor olvasd el a szívszutrát, a magyar szívszutrát, és azokat a fogalmakat és mondatokat ugye beépítve pontosan képet kapsz arról, hogy ez micsoda és mi nem. Tehát az üresség az egy nagyon rossz szó. Nagyon rossz szó, mert az embernek egy rakás gondolat, és általában negatív típusú gondolata támad belőle. Az eredeti tiszta tudat az nem üres és nem teli, nem keletkezik és nem múlik el, nem jó és nem rossz, nem fogható szóba, de minden, ami megjelenik, az ezt a természetet hordozza. Ezeket törölni az ürességből alkotott bármiféle koncepciót. És ezt szívből kívánom mindenkinek. Tehát amikor vártad azt, hogy a mondat további része jöjjön, akkor gyakorlatilag töröltél mindent, és azt, hogy most miért nem folytatja? Most mi lesz a következő? Az a kérdés, amikor szó nélkül az ott volt, na, az egy kicsit közeledett hozzá. Az ember, amikor felteszed a kérdést, hogy mi ez, mi a lényegünk, mi az, ami megszületik és meghal,
mi az, ami használja ezt a testet, mi az, ami lát, hal, szagol, tapint, ízlel és gondolkodik. Ennek a kérdésnek a tapasztalása vezethet el a tiszta tudat, vagy éppen az ügyesség tapasztalatához, vagy igaz természetünk, buddha természetünk tapasztalatához. Ez a kérdés úgy működik, mint a mágnes, ami magához vonza az összes vasreszeléket, átmágnesezi őket, és az egész egy nagy mágnessé válik. Ekkor az énséged úgy működik, mint egy csepp, ami visszatér az óceánba, és ez a csepp az óceánnál válik. És eltűnik mindenféle egyéni fogalom, és stb. Belőle. Jó? Tehát csináltad végig a visszavonulást, és vezesd vissza a tudatot gondolkodás elé, ami azt jelenti, hogy tisztán hal, tisztán lát, szagol, tapint, ízlel és gondolkodik. Reaktív, dualisztikus gondolkodás nélkül, reaktív, dualisztikus érzelemvilág nélkül primér, gyönyörű, elsődleges valóságot tapasztal, hogy az égkék és a fűzöld, és ne gondold hozzá, hogy a nap rövid, vagy a gyakorlat nehéz. Jó? További kérdés? Mond. Bármit. Nőként, meditálóként gyakran én válaszút előtt érzem magam, hogy mint a születés bölcsője ebben a testben, a női test az lényegében nem tud nem vágyakozni arra, hogy gyermekkel szülessen. Vagy legalábbis tud egy úgynevezett szenzitesi tudatállapot felé közelítve, de hogy mégis ilyen ellentmondás ez számomra, hogy ugyanakkor meg hát végül is azért vagyok női testben, hogy adott az a lehetőség, hogy gyermeket szüljek. Ugyanakkor nyilván, ha viszont a nirvána az, ami felé haladunk, akkor miért is szüljek, hiszen akkor csak még egy olyan lélek érkezik, aki megint testet ölt. Tehát ugye ebben nőként hol találjuk meg a helyünket? Hogy van ez? Kitűnő a kérdés. Hadd egyensúlyozom ki a képet, az a férfiak többségének is probléma, csak más oldalról. Hogy küzdje le azt a vágyat, hogy az énjét, a saját DNS-ét, azt, a saját ugye, vérvonalát ne örökítse tovább egy nő segítségével? Az gyakorlatilag ugyanez a dilemma. Viszont az nagyon komoly, amit a kérdésedbe föltettél, mert a női lét nagyon hangsúlyosan, láthatóan arra van, és érzelmileg is arra van konfigurálva, hogy az életet ugye megőrizd és újra termeld, mert hát az embereknek, a férfiak nagy része háborúzik és vallást alapít, a nők pedig ugye bekötik a sebeket és szülik az újabb gyerekeket, és a férfiak megint a harctérre visznek. Tehát borzasztó az a körforgás, de hát mindenki csinálja benne a dolgát. De neked mi a dolgod? Tehát amikor azt kérdezzük be, hogy mi ez, vagy mi vagyok, akkor ezt át lehet fordítani egy ilyen kérdés esetében, hogy mi a dolgom? És ezzel a kérdéssel foglalkozni lélegzetről lélegzetre, napról napra, hétről hétre? Döbbenetes, hogy mennyit foglalkozunk azzal, hogy milyen fogkrémet, hifit és egyebet vásároljunk, melyiket szeressen, de az életutunkkal valahogy nem. Az úgy majd történik. Nem. Te vagy a gazda. Nem vendég vagy a saját testedben, a gazdája vagy. És innentől kezdve ez a kérdés, hogy mi a dolgom, az megadja neked a választ ugyanabból a forrásból, ahonnan ő jött, kiírja, gyönyörű szépen, olvasható magyar betűkkel a képernyőkre, képernyőre, hogy nekem az a dolgom, hogy kettős pont, és ezt érleld. Tehát, hogy ne valami szokásból, zajból és egyébből jöjjön, valami karmikus pótcselekvésből, hanem hogy ezt tényleg te akart. Hogy ezt tényleg meglás, hogy azért születtem le, hogy. És hogyha ez valóban hihető, akkor ez a válasz, ez nem fog inogni. Ezt nem fogod kételni egy idő után. Körbejárhatod, megnézegetheted, de az a mag, az a válasz, az nem fog elmúlni, mert a kérdéseddel összefonódik. És ez a meditációnak egy nagyon fontos aspektus, hogy találd meg azt az utat, amit senki nem adhat meg neked, csak saját magad. És össze is volt az állítva, csak a születésnek olyan komoly tudatvesztő hatása, és azért születünk úgy, ahogy, és azért tart évekig
ami nem úgy tudatos leszel, csak az, hogy szobatiszta. Tehát ez hihetetlen meló, hogy rájöjjél arra, hogy valójában miért vagy itt. Vagy miért nem vagy itt. A Buddhának 28 évébe telt, hogy rájöjjön, hogy miért nincs itt. Nem azért van itt, hogy király legyen, nem azért van itt, hogy etc. Maharadzsa egyéb legyen, és akkor rájött. Ment is. És ez nem egy rejtett felszólítás arra, hogy most hirtelen ragadjál nyírógépet és vágd le a haját, nem erről szólt a történet. Arról szól, hogy a nem tudásnak a szőrét belül azt borotváld le a tudatról. Azt a szőrös, kemény nem tudást, amitől az ember szőrös szívű lesz. Na azt szépen lesikálni a meditációval, a gyakorlattal, a közös cselekvéssel, a csenddel. Az a dolgod. És akkor ebben a tiszta tükörben látszik az, hogy miért vagy itt. És hogyha az a dolgod, hogy legyen 6 boldog csemetéd, akkor az lesz. Akkor abban fogsz hinni. Az lesz a kép, amit követsz. Ha pedig az, hogy legyél szerzetesnő, akkor gyakorlatilag az elvonulás után már az univerzum arra kezd el fordulni, hogy megmutassa neked azt az utat, azt a lehetőséget, azt a tanítót, tanítást és tanítványi közösséget, ahol ezt végrehajthatod. Természetesen fog jönni. Nem egy racionális, vagy nem pusztán racionális döntés alapján, hanem hogy a lényed egészével érzed, hogy ez az utad. Úgyhogy amikor a nagy kérdés megjelenik, akkor a kis kétségek eltűnnek. Jó? Más kérdés? Mondd. Nekem az a válasz, ami erre a kérdése volt. Anyasági probléma, vagy egy? Igen, mármint, hogy ebből a válaszból csak annyi, hogy olyan, mint a, tehát, hogy mind a két kérdésben benne volt a válaszban az, hogy tulajdonképpen nem rólunk, vagy nem rólunk individuálisan, vagy így szól rólunk az, ami történik, hanem igazából amiről szól, az mégis az így senki, vagyis hát az a semmi, vagy hát erre vonatkozik a kérdésem csak, hogy az egy olyan dolog, ami ismeretlen, és mennyire ismered a számítógépes technológiát? Hát valamennyire felhasználó fénytében. Most ragadjuk meg a senki modult és az üresség modult, és vegyük ki. És a helyére beáramlik a barna padló, az emberek körülötted, a csend, a beszéd hangja. És ez egy sokkal reálisabb és sokkal valóságosabb dolog itt és most ebben a pillanatban, mint bármi, amit gondolsz. És ezt a hétvégét használd fel arra, hogy ezzel a primér, gyönyörű valósággal tej meg, ami itt rendelkezésre áll, és azt a teoretikus modult, amit felépítettél magadban, jó szándéka, hogy megismerd a tant, és megismerd a jogát, vagy amivel foglalkozol, azt pedig takarítsd ki. És ezek a fogalmak jelenleg akadályt jelentenek. Jelenleg beléjük akadsz, és jelenleg gondolattal szeretnél elérni valami olyasmit, ami nem érhető el gondolkodás által. Jó? Egyéb kérdés? Csöndről beszélnél még esetleg, hogy mi a fontossága, a jelentősége, hogy miért tartunk szilenciumot a zenes elvonulásokon, és hogy miért érdemes mindenféle elvonuláson csöndet tartani, és ennek a komolyságát megérteni és betartani. Na most azért, hogy ne éhes gyomorral feküdjünk le, a következőt mondanám, tehát nézd meg a beszéd teremtő erejét, ezután a gyönyörű, szép pár pillanatnyi csönd után. A beszéddel, mind a magadról és másokról alkotott fogalmakkal egy olyan elképesztő illúzióvilágot teremtünk, amely nagyon mélyen és nem is túl láthatatlanul a saját éned megerősítéséről szól. Tehát ahhoz, hogy te egy tiszta tudati állapotba kerülj, eszenciális, hogy ettől a fogalmi világtól szabadulj meg. És hogyha állandóan kivetítjük a saját dualisztikus illúzióvilágunkat, a saját fogalmi előfeltételezéseinket a másikra, akkor ez nem fog sikerülni. Mert állandóan abban a játékban vagyunk, hogy
Meghallottad, amit mondtam azért, hogy engem elfogadj? Mert ha igen, akkor én is elfogadlak téged, és meghallgatom azt, amit mondasz. Tehát nagyon komoly ugye, tanulmányok bizonyították, az emberi kommunikáció 80%-a az arról szól, hogy elfogadtassa magát, és tetszést, tiszteletet és egyebet nyerjen, és elsődleges információtartalma nincs. A maradék 20-nak van jó esetben. De ez egy visszavonulás esetén kódolva van a formában, az időrendben, mindabban, amiben előzetesen megegyeztetek, ahhoz, hogy ez lebonyolódjon. Magyarul az illúzióvilág teremtéséről mondasz le, amikor a beszédtől tartózkodsz. A saját éned újrateremtéséről és másokra rávetítésétől tartózkodsz akkor, amikor nem beszélsz. És mindezt az energiát befelé fordítva nagyon-nagyon gyorsan láthatod, hogyha nem mondod ki és nem vetíted a másikra, akkor valójában mi van benned? Valójában hogy működsz? És ez a valóság látása az, ami annyira kellemetlen és annyira elviselhetetlen, az embernek muszáj megszólalnia, hogy valahogy kihagyja magából. Na ekkor, ha ezt a vágyat leküzdöd, akkor megint egy felsőbb szintre tudtál jutni. Mert nem szólaltál meg. Nem adtad ki a félelmedet, a vágyadat, a haragudat, a téves nézeteidet, hanem visszafordítottad egy verbalitás előtti, fogalmak előtti, gondolkodás előtti energiává. Volt olyan korai szerzetes, aki 10 évig tartott csöndet, és egy ilyen jegyzetfüzeten keresztül kommunikált, fel is ébredt. Fel is ébredt. Ez egyedüli verbás megnyilvánulás, ez az éneklés volt, amit aztán naponta egyszer csinált, és kész. Úgyhogy nagyon fontos, hogy azt az energiát, amit mentálisan és fizikailag is veszítesz a beszéddel, azt a projekció halmazt, amit önkéntelenül, átláthatatlanul a világra és másra vetítesz, azt szépen írd vissza, attól tartózkodj, és azt az energiát fogd meg. Úgyhogy nem azért tartunk szilenciumot a legtöbb visszavonulásunkon, az ugye vendégcsapat kérdés, hogy hogy állapodunk meg, mert felőlem aztán lehet ordítozni naphosszat, itt a hegyen aztán csak a madarak meg a négylábúak azok, akik zavarkodnak. Na de valójában miért vagy itt? Miért? Tehát ez hidd el, hogy nem azért szép hely, hogy itt csak és pusztán jól érezd magad, azt nagyon sok helyen lehet. Azért vagy itt, hogy egy lépéssel közelebb kerülj egy tiszta, felébredett, együttérző tudathoz. Ezért teszed az erőfeszítést. És ennek mellékterméke az, hogy lehetőleg jól érzed magad a visszavonulás után közvetlenül, vagy valamennyivel utána, vagy egyfajta boldogság, mint melléktermékbe kerül a tudat folyamodba. De ezek a melléktermékek nem tartósak. Ezek elmúlnak. Amit viszont letakarítottál magadban, amire ráláttál, amiről leválasztottál, amiből az énségedet kivetted, ha nem rendezed tudatosan vissza, akkor az a szabadság az megmarad. Ha nem engedsz a visszarendező szokásaidnak, az megmarad, és azt a szabadságfokot viszed magaddal. Dolgot nem tudsz, mert az ember üres kézzel jön, és üres kézzel távozik. De azt a tudatosságot, azt az éberséget, azt a világosságot, azt viheted magaddal. Más se. Minden más húz. Úgyhogy a csendnek hatalmas jelentősége van, hogy tartózkodj a karmád újra termelésétől, kivetítésétől, magyarul ne önts le a szemeteddel a világot. Jó? És a másik pedig ne igazolja vissza kényszerű, hogy persze igazad van. Egy túróst. Senkinek nincs igaza. Felejtsük el. Jó? Mindenki megismerheti önmagát, mindenki megtapasztalhatja azt a lényeget, mely benned, bennem, bennünk ugyanaz. De hogyha ragaszkodsz a fogalmakhoz és a szavakhoz, akkor ez nem fog menni. Tehát ezért van óriási jelentősége a csendnek, és annak is, hogy a gondolati energiát, a beszéd energiát és az érzelmi energiát az adott meditációs technikával bármi lehet, de hozd vissza a tantiembe ide, és egyszer égesd el, alakítsd vissza primér, név és forma előtti tudat és energia állapottá. Csak onnan tudsz szabadon teremteni újra. Aztán bonthatod lefele, de mégis lehet. További kérdés?
Tilopa azt mondja, hogy sehol... Stopp! Tilopa hol van? Maradjunk így. Más kérdés? Legalább férfelek is jöttek külön aludnia. Balázs, ezt így rendeztétek el, így van? Hát nézd, ez visszavonulás fajtájától függ. Ez a zennél is, és ezek szerint a Balázsnál is így van. Ez szerintem szolgálja azt, hogy kevesebb zavaró tényező legyen. Nem mint hogyha az együttalvás lenne a zavaró tényező, hanem azok a tudatállapotok, amik megjelennek később itt a térben. Az emberek nem azért vannak itt, hogy ezeket a megjelenő érzelmi és egyéb ugye, áramlatokat tapasztalják, hanem inkább azért, hogy ebből kiemelkedjenek. Tehát azzal segíted ugye a partneredet is, a párodat is, és a többit is, hogy most külön alszotok. Ez egy abszolút segítség, mert nem teremted újra az érzékszervi ragaszkodás pillanatát, és hogyha rálátsz ennek a valós természetére, akkor gyakorlatilag egy jobb férj, apa, barát és egyéb leszel, mert engedted rálátni magadat, és nem ugrottál megint fejest bele, mint enszer, ugye odaként. Tehát nem azt kívánja az ember, hogy ugye cölibátusban éljen, ha csak nem leszel szerzetes. De lássál rá arra, hogy a különböző energiaközpontjaiddal és szerszámaiddal mit csinálsz. Az-e márt? Egyéb kérdés? De ahogy beszéltünk, hogy teleszemeteljük a szavunkkal a világot. Hogy ne tegyük ezt, ha kívülünk és beszélünk? Milyen helyes beszéddel tudjuk ezt minimálisra lecsökkenteni ezt a szemetelést? Látni kell, hogy hol az elég. Tehát, hogy mennyit kell mondanom ahhoz, hogy átmenjen az üzenet, és hol kell abba hagynom ahhoz, hogy már ne én szóljak. Tehát ez egy hatalmas nagy pillanatról pillanatra megkívánt éberség, és ez úgy indul, hogy először hagyom a másikat beszélni, mert általában az emberek megjelenek, és alanyomba puff, ugranak rá és mondják. Na, úgy nem lehet szót értelme. Mindegyik ugye belül ezt a kis kötélhúzást folytatja, hogy milyen hamar tudok beférkőzni a másik tudatába a verbalitásommal. Így valójában nem lehet üzenetet átadni. Nem lehet jelentéssel bíró fontos dolgokat közölni, mindegyik így feszül egymásnak, mint a bikaborjuk. Nem jó. Hát az első az, hogy meghallgatod, és ráébreszted, hogy még mindig ő beszél. És ez még mindig egy monológ, még mindig egy monodráma. És utána lehet valamit mondani, de mihelyt a reaktív gondolkodás megjelenik, azonnyomban kapuk záródnak be, és tudni kell, hogy hol az elég, és hol pattam már vissza minden róla. Jó? Tehát, hogy hol az elég, és hol van a megszólalás pontja, és hol van az elhallgatás pontja, így tudod csak. Nagyon nehéz. Nehezebb, mint a szíved. Nem volt kiírva, amikor ide jöttünk, hogy ez egy könnyű világ, így van? Tehát akkor nincs apró betű. Ez így van, Endé. Azt szeretném megkérdezni, hogy te az emberi érzések közül mit tartasz a legjobbnak, a legmagasabbnak, a legtisztábbnak? Én azt tartom most a legtisztábbnak, hogyha valaki éhes, akkor adjunk enni neki. Szerintem ez fog bekövetkezni. Ha bármiféle érzést kiemelsz, és a piedesztára teszel, akkor nagyon hamar a pokolra jutsz. Tehát az út oda csupa jó szándék a szeretet és együttérzése van kikövezve. Mihelyt egy emberi érzésnek abszolút értéket és abszolút jelentőséget tulajdonítasz, véged van. Véged van, mert ez az, ami lefedi a tükrödet, ez az, ami a tisztánlátásodat akadályozza. Ha viszont nem ragaszkodsz egyetlen érzéshez sem, akkor egyé váltál a pillanattal, és pillanatról pillanatra tudod, érzed, inkább érzed azt, hogy milyen érzésekre van szükség ahhoz, hogy a világ teljes legyen, hogy ez a kapcsolat működjön, hogy ez a helyzet megoldódjék. De ha bármiféle érzéshez ragaszkodsz vagy gondolathoz, pillanatok alatt aláhullasz. Nagyon gyorsan. És ezért nem szabad semmilyen keletkezethez ragaszkodni. Bármennyire nehéznek is tűnik. És akkor valódi együttérzést, valódi szeretetet, valódi segítséget fejlesztesz ki, mert nem a ragaszkodáson és valami relatívnak az abszolutizálásából fakad. Tehát ne ragaszkodj, ne emelj ki egyetlen érzésen, de pillanatról pillanatra érezd a szíveddel, hogy a másiknak mire van szüksége. Nem az, hogy mit akar, mire van szüksége. És akkor
ez így jobban működik, mint hogyha most mondtunk volna valamit, az pillanatok alatt teljesen más megvilágításban van. Tehát aki éhes, azoknak enni adunk, aki most a többség. Ezzel megköszönöm mindenkinek a figyelmét, és gyorsan hozzuk be a kaját. Köszönöm.